Múlik az idő, ősre jár,
útra kelem nyár, piros arcát aránkája, nem láthatjuk már. Gólyát fecskék fülemülék, elkísérték messze, erdőmező elszendergett és észre se vette. A kékeget, a meleget mind becsomagolta, a fellegi keseregnek siratja azóta. Piros szekvő halva a rózsát, téged köszön, nagyon sokat. Nagyanyikak, ó, te drága, éled fannak egyik alga. Úgy öleltél, úgy szerettél, mintha te is anyám lennél. Táplált óvott szeretetet, hogy bimbóból virág legyek, tanítottál a szépre, jóra csodasz veled minden óra. Bánatomban, örömemben elindultál szép pöletbe, és az eltelt évek óta lelkem ígérd minden szagát. Szülők szeretetét felülmúlni nem lehet. Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani, felnőttnek már igazából ő sem akar látszani. Tanult régi hibájból, s jóvá tenni vannoka, gyakorlatban éll el tudás, kap tőle az unoka. Sokan hiszik elkényeztet, pedig életre tanít, s nem akarja más éljenek rég elvesztett álmait. Velem voltál örömömben, velem voltál bajban, velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam. Meséltél is, meséltél igazakat, szépet. Kívántam, hogy a mesét sose érjen véget, mit adtam én cserébe, de azt sosem kérted. De talán a két szemem elárult a mi van ma veletek? Nem mazadosz szenti? Szerintem van mindenki. Szeretettem vagytok? Hagytok! Olyan rendesek vagytok? Lássátok, nagymamák, hogy milyen jó unoka! Ünneplőben vannak, verseket szavarnak, minden nagymamának forró csókot adnak. A nagymamának jó, csak ott jó igazán, a nagymamának sok keze van, de ez igazán. Egyik kezében főz, másikán mosogat, harmadikán a fejemen nem tudod dolgozni. Ügyjál vele, mi már tartsunk, hintáztatunk, hogyha kell, enne a szülő minden megtesz, és talán sosem fárad el. Mindenkünk már van türelmünk, időnk is van rengeteg, tudjuk, miről szól az élet, és mitől boldog engem. Thank you.
gyermekem, az örök fiatalság, az idő csodákat művel. Sebeket gyógyít, bánatot küld el. Új hónapot, évet, évszakot hoz. Szomorúságot vagy örömet okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? Hisz mindig ragyog majd a napsugár, s időtől függetlenül énekel a kismadár. Múljon az idő, engem nem zavar. Múljon csak, múljon, ha akar. Az idő, mint egy drága kül, mint a boldogság, csak eljön. Egyformán szép minden kor, meg mind az életről szól. Mindegy, hogy idős vagy fiatal, csendes vagy erős az hivatal. Hisz a fiatalság el nem múlhat, ez egy örök valóság, mint mindenki tudhat. A fiatalság megmarad minden ember lelkében, csak több tapasztalata lesz az életében. Yeah.
élet lett, akkor az inkább. Sokan hiszik, hogy elkényezte, pedig csak életre tanít, s nem akarja másképp meg rég elveszett álmait. Így hát, amit ők adhatnak, felülmúlni nem lehet, kincset adnak a jövőnek, úgy hívják, hogy szeretet. Thank you.
most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok. Az ember messze ment, de el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, csiratja a hús magányát. Az ember messze ment, de el ne feledje a házát, Sanna megépni visszavár. Az ember messze ment, de el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, csiratja a hús magányát. Az ember messze ment, de el ne feledje a házát, Sanna megépni visszavár. Október az idősek, az idősebb emberek iránti tiszteletadás hónapja. Megélni, átélni 65, 70, 80 évet nem kis dolog. Önök a hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. A legkülönfélébb életutakon, gyönyörű élményeken és eseti tapasztalatokon átjutottak a idáig. Bárhogy is történt, annyi biztos, a csodálatra méltó, a kitartások, tapasztalatok pedig társadalmi megbecsülést érdemel. Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október 1-ét az idősek világnapjának, ami számunkra azt jelenti, hogy nekünk fiataloknak az idős emberek iránt, az idős emberek tiszteletüket kell. Tiszteletük magába kell, hogy foglalja az idős emberek elfogadását, támogatását, hiszen mi is érezzük az idős emberek bölcsességét, odaadását és szeretetét. Szüleink, nagyszüleink mosolya és támogatása most is rengeteg erőt sugároz felénk. Az ő kitartásuk és szeretetük felbecsülhetetlen kics számunkra. A mi világunk önökkel, szüleink, nagyszüleink életével kezdődött. Önök építettek számunkra jelent, amelyben a mi generációnk későbbiekkel egy újabb nemzedéket jövőjét alapozhatja meg. Sokan önök közül is esetleg úgy gondolják, nekem már minden mindegy, jöjjenek az ifjak. Én azonban úgy vélem, kortól függetlenül minden ember életében kell, hogy legyenek vágyak, tervek, építő gondolatok. A méltóság, amelyet önök, szépkorúak hordoznak, és a tisztelet, amelyekkel önök felé próbálunk közeledni, nem pénz kérdése, hanem egyszerű, szeretetteljes magatartás, tágasabb értelemben önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. Minden életkornak megvan a maga szépsége, megvannak a sajátos feladatai. Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit vár tőlő környezetünk, családunk, munkahelyünk. Így tették ezt szüleink, nagyszüleink, idős barátaink és ismerőseink is. Mi feladatunk, hogy idős embertársainknak olyan életkörülményeket biztosítsunk, amely lehetővé teszik számunkra az öregkorhoz méltó életet. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni kell őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi támogatást,
amelyel még további örökteli életet élhetnek. Jó magam és Szátalmas község önkormányzata nevében minden időskorú lakónak azt kívánom, hogy szerető család osztozzon örömeiben és segítség gondjaiban. Hemingway gondolatával kívánok jó egészséget, további sok erőt, a mai délutánra kellemes emlékeket, felidézést önöknek, emberi törvény kibírni mindent, és menni mindig tovább. Még akkor is, ha nem elég már benne remények és csoda. Köszönöm szépen! Még egy kis programmal szeretnék kedveskedni önöknek. Megkérném a Szátalmási énekkart, Bukrétát, hogy még szebbé tegye ezt a mai délután 1-2-3 énekkel, és aztán természetesen megkérném a tiszteletes urat is, hogy szólj egy pár szót, mondja el gondolatait. Van még itt egy rövid kis filmünk is, vagy inkább azt mondom, hogy több kis rövid filmünk, ami majd visszaidézi a múltat, úgyhogy engedjék meg, hogy majd a végén még ezt is önöknek levetítsük. Köszönöm szépen még egyszer.
kedves testvéreim! A polgármester úr köszöntő őszinte szaj után, a gyerekek szereplése és az énekarnak a köszöntése után hadd szóljak én is néhány mondatot a magam és Pati Katya nevében, aki ma nem lehet itt közöttünk, megkérde, hogy tolmácsom köszöntését, hiszen lelki gyakorlatra megyünk. Egy idézetet, egy verset kerestem, amely annyira megszólított, amely minden gyermek és unoka verse lehetne, amelyet most úgy el szeretnénk mondani önök felé, akiket tisztelünk és szeretünk itt a faluban, akiknek sok mindent köszönhetünk. A gyermek és az unoka talán így mondhatná az édesapa, az édesmama, a nagyapa és nagymama felé, velem voltál örömben, velem voltál bajban, velem voltál, ha sírtam, velem, ha kacagtam. Meséltél és meséltél, tanítottál igazat, szépet, kívántam, hogy mesét sosem érjen véget. Mit adtam én cserébe? Te azt sosem kérte, de talán a két szemem elárulja végre. Talán sokszor nem tudjuk ezt kifejezni kellőképpen, de Pati Katyával ebben egyetértünk, és ugyanúgy volt Norbert a tényében is, hogy egyet azért mindig köszönettel és hálával mondunk el önök felé, hiszen önök azok az emberek, akik hitben, szeretetben élnek itt falunkban, nevelik gyermekeiket és unokáikat, és önökkel nem csak a hétköznap találkozunk, és rendes dolgos emberekkel, de vasárnapunk kint ott a templomban összekulcsolt kézzel. És ezt szeretnénk megköszönni önöknek, hogy így tessenek nevelni a gyermekeiket és unokáikat, akár mi ketten lelkészek, akár a polgármester barátunk, mindig segítséget és támaszt találunk önöknél. És hadd mondjak el, két történetet rövid leszek. Az egyik történet, ez itt történt meg Szádalmáson, az iskolából hittanóra után egy kisfiú elindult haza, és az utcán, az üzlethez érve találkozott egy nénivel. Nem is abban az utcában, nem is azon a részen lakott a faluban, de látta, hogy a néni nehezen cipeli a táskáját, elkérte tőle, bizalmába férkőzött, és hazasegítette kapujáig. Ez a kisfiú református kisfiú volt, a néni pedig egy becsetes katolikus néni volt. A néni egy héten belül megkeresett a parókián, persze a néni kifaggatta a kisfiú hazafelé, és szalvétába csomagoltan hozott egy csoki táblát, és arra kért, hogy én keressem meg ezt a kisfiút, hogy köszönjem meg neki, hogy segített neki ismeretlenül és hazacipelni a társadalmat. És én a hittanórán azt mondtam akkor a gyerekeknek, bár csak 10-20 csokit tudnánk szétosztani minden alkalommal, hogy így segítetek, és a másik néniben is a nagymamát látjátok, vagy a nagyapát. Hogy legyek egy kicsit vidámabb is, amikor ideérkeztem, akkor még fiatal voltam, most már lassan derülök, és a hittanórán, legutóbbi hittanórán történt az meg velem, hogy a gyerekek azt kérdezték tőlem, tiszteletes bácsi, Zoli bácsi, magának már miért olyan fehér a haja? Mondtam, mert leesett a hó. És ezzel jelent elnézést adtak nekem arra, hogy felettem is szállnak az évekünk mindannyiunk felett, és éppen ezért kívánok önöknek sok áldást, sok kitartást, sok örömöt, és örök, hogy ennyien sokan eltetszettek fogadni a meghívást. Krátkoszti viszomány, Szolenszki szám, Prihomoril, Őszak szeli viádi pusztuav gyakú našim rodičom a starým rodičom, vlastne vám, tak by sme ťažko hľadali slova. Ale ja som našiel niekoľko viet z jednej básničky, ktorú sa pokúsim preložiť. Ty si stále bol so mnou v radosti aj v ťažkosti. Keď som plakal a keď som sa smial, a ty si mi len rozprával a učil krásne veci. Chcel som, prosil som, aby nikdy tvoja rozprávka neskončila. Čo som ti ja dal za to?
Ti si to nikdy odo mňa nežiadal. Možno vidíš v mojich očiach moju vďaku a vďačnosť. Toto je najkrajšie, keď to vieme odovzdať tým, ktorí nás vychovali, ktorí nám dali lásku a život. A práve preto sa v krátkosti chcem vám prihovoriť a vám poďakovať nielen v mojom mene, pekne vás pozdraviť pán starosta, deti z našej školy, ale aj v mene otca Patrika, ktorý je otca stálne a poprosil ma, aby som odovzdal aj jeho požehnanie, aby som vyprosil na to požehnanie. A práve preto som aj v maďarskom jazyku povedal dve prívody a tieto by som chcel zopakovať. Raz z náboženstva jeden chlapec sa ponáhľal domov a pri obchode stretol jednu staršiu tetu. Videl, že má ťažkú tašku. Tak sa k nej prihovoril a pomohol jej dnes tašku. Hoci býval celkom na inej ulici, ale pomohol tetke. Tetka bola vďačná, vypýtala sa ho veci a o týždeň tá tetka ma navštívila na fare a donesla čokoládku zabalenú v serničke a ma poprosila, aby som toho chlapčeka našiel. Hovorila, že on išiel od vás z náboženstva. A aké to bolo krásne. Chlapec z reformálneho náboženstva si našiel jednu postivú tetku, ktorá je katolička a on jej pekne pomohol. A som deťom vtedy povedal na náboženstve, keby som mohol aj 20 takýchto čokoládiek by som rozdelil na každej rodine. Aby som aj niečo tak skončil aj príjemne a pekne, na predminulej chodine náboženstva deti sa nás pýtali, ujo Karan, prečo už máte vy také biele vlasy? Tak si mu odvetil, lebo už u mňa zasnežilo. To znamená, že aj my kráčame rokmi a som vďačný za vás, a vyprosujem aj do vašho života Božie požehnanie. Možná vígin, pogáme ešte a sviatne megkérni. Sajnos, sokan kezdtek velünk az éven is, vagy az elmúlt években, akik hiányoznak családban, nekünk a falu közösségben. Ezekre emlékezünk majd megnyújtva a gyertyát. Szemüsszen szív, pripamon, hogy ti, ktorý ešte s nami začali, aj tento rok, ale už nie sú tu medzi nami. A teraz si pripomenieme ich a poprosím vás, aby sme tipu minútu týka ich posíli. Ej, nima, tercel, emlékezünk.